Múlt héten elbúcsúztattuk Tinát. Last week we had the goodbye party for Tina. És hát ma is búcsút kell vennünk valakitől. And today we also have to say goodbye to somebody. Egy kiváló testvérünktől. An excellent brother. Akit én is nagyon szeretek. That I love very much myself. És az utóbbi hetekben néhányszor eljött velem Észak-Kelet-Magyarországra. And in the past weeks, couple of times he came with me to, or past month, he came couple of times with me to Northeast Hungary. És nagyon élveztem az ő közösségét. And I really enjoyed fellowshiping with him. És ahogy szereti az igét. And the way he loves the word. És mindig meg lehet tőle kérdezni valami héber szót. And you can always ask him about a Hebrew word. És ez Tofik. And that's Tofik. Aki most hazaköltözik Izraelbe. Who is moving home to Israel next week. Úgyhogy megkértem, hogy osszon meg ma este velünk egy kicsit. Something tonight with us. Jó. All right. És utána még szeretnék majd tőle néhány dolgot kérdezni. And then I would like to ask a couple of things from him. Afterwards. Hi everybody. Sziasztok. So I'm so privileged to be part of this body, Christ. Nagy kiváltság, hogy része lehetek Krisztusnak, ennek a testének. We had the great times. We have great times. Nagyszerű időket töltünk együtt. And in January 15th 2005 I came here. 2005 januárjában jöttem ide. For the Bible school. Bibliai iskolába. And I sat over there. És ott ültem. It was először. Sunday. Vasárnap istentisztelet volt. And I heard a great message here. És nagyszerű üzenetet hallottam. So, the grace of God. Isten kegyelméről. And I was like so I was so happy. És nagyon boldog voltam. And I say, wow, I was so thirsty for this word, for this message. Annyira szomjaztam erre az igére, erre az üzenetre sokáig. And now I am here and I will hear this and the Bible school like every day. És most itt vagyok és ezt fogom hallani itt és meg a bibliaiskolában is nap mint nap. And I have seen like 14 years is like not little time in the hát man's time age, you know. 4 év az nem rövid idő egy ember életében. But I count every day it's like precious. De minden napot tényleg drágának tartok. I got to learn a lot of things here. Nagyon sokat tanultam itt. In the Bible school and Biblia iskolában. Mission field. Missziós mezőn. The love of God. Isten szeretetéről. It's so great. Mennyire hatalmas az. In 2 Corinthians 3. És 2 Korintus 1. From 3 to 5. Harmadiktól az ötödik versig. It says that we got great things from God. Azt mondja, hogy nagyszerű dolgokat kaptunk Istentől. Comfort we got. Vigasztalást kaptunk tőle. We got great comfort from God. Nagy vigasztalást. And with this comfort now we can comfort others. És ezzel a vigasztalással most mi is megvigasztalhatunk másokat. And maybe this is all about our life. És lehet, hogy ez mind az életünkről szól. We got mercy from God. Irgalmat kaptunk Istentől. We got such lot of love from God. Annyi szeretetet kaptunk. And that's what we are doing. We are practicing now how we can give this to others. Amit most teszünk az, hogy gyakoroljuk, hogy hogyan tudjuk ezt másoknak továbbadni. Yesterday we had this családi nap. Tegnap volt ez a családi nap. Birthday, something like that. A születésnap, vagy akármi. On the park and a parkban. A few families came with the children. És jött néhány család a gyerekekkel. And you can tell that it was not like giving like words. It's like people around saw God's grace. És hát látszott, hogy így nem csak szavakat szólunk, hanem az emberek, akik arra voltak, ők tényleg látták Isten kegyelmét. And through the joy that we have, az örömünkön keresztül, a dalokon keresztül. And that's what I want to be. And that's what I want to grow in. És ez akarok lenni, és ebben akarok növekedni. Especially in Israel, you know. Főleg Izraelben, tudjátok. Everyone
is righteous there, you know. Ott mindenki igaz. Everyone knows the truth. Everyone mindenki ismeri az igazságot, mindenkinek megvan a maga igazsága. And but what I want just that, oh my God, like maybe he will use me somewhere somehow to that people will see love of God through me. De azt szeretném, hogyha Isten valahogy valamikor úgy használna engem, és az emberek meglátnák Isten szeretetét rajtam keresztül. Ez a szívünk vágya, nem? And it's like looks like Israel is my homeland. I lived there like more than 20 years or something. És Izrael a szülőföldem, és több mint 30 évet éltem ott. But de still I think like I cannot live there. Mégis úgy gondolom, hogy hát nem is élhet, nem tudok ott élni. I cannot live there. Én nem tudok ott élni. I need the body of Christ. Szükségem van Krisztus testére. I need God's grace. Szükségem van Isten kegyelmére. Like all of us need. Mint ahogy valamennyiünknek. And we have church in Haifa. És van egy gyülekezetünk Haifában. Four of us now. Most már négyen leszünk. And more will be more. És majd még jönnek többen. So and this is place of comfort will be for me. És ez a vigasztalás helye lesz a számomra. I really want to grow in this and really what we have heard here, what we learned to continue this in other places. És szeretnék növekedni ebben, hogy amit itt hallottunk, amit itt tanultunk, ezt tovább vigyük más helyekre. That's not we'll not like talk a lot like words. És ez nem annyira az, hogy szavakat szóljunk egyfolytában, mondjuk. But that God's presence will be with us. Hanem, hogy Isten jelenléte ott van velünk, bárhova is megyünk. That people will be touched. Hogy az embereket megérinti. And that's what I'm asking you to pray for me. És ezt kérem, hogy így imádkozzatok értem. And in Haifa. Haifában. It was like sudden. I just like visit there. Ellátogattam oda. And then I went there with no like planning to stay there. Semmi tervem nem volt arra nézve, hogy ott maradjak. But for some reason like pertains to Caesar. De valamilyen okból kifolyólag. I have to be there for a time. Ott a helyen most egy ideig. And like I'm hoping that God will like you know move me and lead me. És remélem, hogy Isten indítani fog engem és vezetni. And find the place like workplace also. Szeretnék munkahelyet is találni. And like work that I can be free to move, free to go to the church. De olyan munkahelyet, ami mellett azért szabadon tudok járni a gyülekezetbe, tudok szabadon szolgálni. Yeah, so thank you all of you. És köszönöm mindannyiatoknak. We will keep on touch. És csak tartsuk a kapcsolatot. And come to Israel. Aztán gyertek el Izraelbe. So thank you Lord, thank you God. Köszönjük Urunk, köszönjük Istenünk. You saved us Lord. Te megváltottál minket Urunk. You lift us up Lord. Felemeltél minket. You are walking before us. Előttünk jársz. Your word is true. A te ígéd igaz. And we rely on you Lord, we depend on you. És te rád támaszkodunk, te rád hagyatkozunk. Kérünk, hogy áldj meg minket, Urunk, Jézus nevében. Amen. Oké, tehát Haifa. Haifa. Négyen vannak a gyülekezetben. So four most people már in the church now. Ez olyan gyönyörű, nem? Isn't it so beautiful? Egyetem nem kell sok száz ember. I mean, you don't need hundreds of de, people. Hogy ott bátorodni fognak. But they are going to be encouraged. Tudjátok, there. Hol van Haifa? Do you know where Haifa is? Milyen hegy van a közelében? Ott which van mount is near it? It's in your Bible. Ott van a Biblia. Igen, benne van a Bibliátokban térképen, hogyha. Well, Carmel, of course. Igen. Carmel hegye. Mount Carmel. Ugye, ott van rögtön, odaépült a város. The city az aljára was built right at the foot of that okay, mountain. Ott volt Illés. So Elijah was there. Meg a Baál profétái. And the prophets of Baal. És oda megy ő is. This is where he's going. Nem tudom, hányan fognak meghalni. I don't know how many people are going to die. Okay, de lehet, hogy Isten tüze lejön, ugye? But maybe the fire of God comes down.
Lehet. Maybe. Úgyhogy imádkozzunk Tofikért. So let's pray for Tofik. Én is imádkozom érted. I also pray for you. Oké, okay, drága Uram. Dear Lord. Áld meg Tofikot ott Izraelben. Bless Tofik in Israel. Az ő életét. His life. Szolgálatát. His ministry. Uram, és vidd előre az életében. Take him forward in his life. És a te dicsőséged lakozzon benne bőséggel. And let your glory dwell in him abundantly. A te drága szent nevedben, Jézus. In your precious holy name, Jesus. Amen. Sok beszélni valunk van ma este. We have a lot to say tonight. De nem fogunk sokat beszélni. But we won't speak a lot. Viszont Istenhez mindenképpen beszélünk. But we do talk to God for sure. Mert hogy ő beszél hozzánk. Because he speaks to us. És van ez a gyönyörűséges kapcsolatunk. And we have this amazing relationship. Úgyhogy imádkozzunk. So let's pray. Drága Istenem. Dear God. Dicsérünk téged. We praise you. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. Köszönjük a te beszédedet. Thank you for your word. Köszönjük a te örökké valóságodat. Thank you for your eternity. Drága Istenünk. Dear God. A te irgalmad és kegyelmed felénk. Milyen gyönyörűséges. How beautiful your mercy and your grace towards us is. Örökké való. It's eternal. És változhatatlan. And it's unchangeable. Köszönjük, Istenünk. Thank you, God. Ó, Uram, adj bölcsességet ma. O Lord, give wisdom today. És vezetést. And leading. A te beszédedben. In your word. Uram, a te szíved szerint. Lord, according to your heart. És a te gondolataid szerint. And your thoughts. Isten, engedd, hogy lássunk téged. O God, let us see you. És hogy megérinthessünk téged. That we could touch you. És ízleljünk téged, Uram. We would taste you, Lord. Köszönjük, Istenünk. Thank you, God. Köszönjük, Urunk. Dicsérünk téged. We praise you. Áldunk és magasztalunk. We bless you, magnify you. Te vagy a hatalmas Isten. You're the mighty God. Szentséges Isten. Holy God. Aki körbeveszel bennünket. Who surrounds us. Aki soha nem hagy el minket. Who never leaves us. Te uralkodsz a világi egyetemben, de mégis gondod van ránk. You reign over the universe, but you still care for us. Köszönjük, Istenünk. Thank you, God. Nyisd meg nekünk a beszédet. Open your word for us. A szíveinket is. And also our hearts. És egy mély munkát végez bennünk, kérünk, Istenünk. And we ask you, God, to do a deep work in us. A tiéd a hatalom. Because our power is yours. És megadjuk magunkat neked. And we surrender to you. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. Dicsérünk. We praise you. Te drága szent nevedben. In your precious holy name. Amen. Amen. Isten kegyelméről szeretnék beszélni. I would like to talk about the grace of God. És az 51. Zsoltárnak az első 6 verséről magyarban. And the first 6 verses of Psalm 51, at least in Hungarian. Angolban azt hiszem 4 vers. In English, I think it's 4 verses. És azt gondolom, hogy a 6. versnél kezdenénk magyarba. Ami így szól, hogy egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Verse 4. Against you and you only have I sinned and done this evil in your sight, that you might be justified when you speak and be clear when you judge. Hogyha megnézed a Zsoltár elejét, if you look at the beginning of the psalm, akkor látjuk, hogy ez Dávid Zsoltára. Then we see that this is a psalm of David. És akkor írta, and it was written, amikor
minden van írva, hogy hozzáment Nátán a próféta. When Nathan the prophet came unto him. Amikor azután, hogy Betsabéval vétkezett. After he had gone into Bathsheba. És érdekes ez a hatodik vers, nem? This verse 4 is very interesting. Azt mondja, hogy egyedül ellened vétkeztem. It says against you alone have I sinned. Na, várjál, mi van Uriásra? What about Uriah? Ügyettem, ő meghalt. I mean, he died. És mi van mindenki mással, aki érintett? What about everybody else that is concerned? Sőt, még az a gyermek is, aki a bűn miatt meg kellett halnia. Who had to die because of that sin. Hogy miért mondja ezt, hogy ellened vétkeztem? Why does he say that against you have I sinned? Miért mondja ezt, hogy ellened vétkeztem? Why does he say that against you I have sinned? Mi van a többiekkel? How about the others? És oda is lapozhatunk. And we can turn there. 2 Sámuel 12-ben. 2 Samuel 12. Ez az, amikor Nátán jön. This is when Nathan comes. Ugye Dávid először házasságtörő volt. David committed adultery first. Aztán gyilkolt. Then he murdered. És aztán elvette a megöltnek a feleségét. Then he took the wife of the one that he killed. És ez elég komoly. That's quite serious. Ez elég komoly, nem? I mean, that's quite serious, és, isn't it? Annyira örülök, hogy benne van ez a Bibliában. And I'm so happy that it's in the Bible. Mert ez az ember Isten szíve szerint volt. Because this man was a man according to the heart of God. Ezt az embert Isten nagyon szerette. And God really loved this man. De hogyha ránéznék, but if I looked at him, akkor lehet, hogy egy hatalmas ítélet lenne a szívemben az egésszel kapcsolatban. Maybe I would have this great judgment in my heart. De Isten tanít minket. But God teaches us. Isten tanít minket annyi helyen. God teaches us in so many places. Hogy ő nem látás szerint ítél. That he doesn't judge according to sight. Ő nem erkölcsi alapon ítél. He doesn't judge morally. Az, hogy az ő áldozata az nagyobb, mint a mi hibánk. That his sacrifice is greater than our fault. János 10-ben. In John 10. Senki nem ragadhatja ki az én kezemből. Nobody can snatch them out of my hand. Azokat. Those. Akiket ő megváltott. That he saved. És örök életet ad nekik. And he gives eternal life to them. Nagyobb-e a bűnöm, is my sin greater than God? Nagyobb vagyok-e én, mint Isten? Am I greater than God? Azt mondja, hogy ő a legnagyobb, és senki nem ragadhatja ki az ő kezéből. De mégis sokszor azt hiszem, hogy én nagyobb vagyok. De nem. Ő nála és a kegyelménél semmi sem nagyobb. Semmi. Amikor éppen elbuktál, when you've just failed, amikor ott vagy laposan a földön, when you're right there flat on the ground, a bűnöd nem nagyobb, mint ő. Your sin is not greater than him. És nem nagyobb, mint az ő irgalma és kegyelme. And it's not greater than his mercy and grace. De nagyon érdekes, ami itt van. But it's very interesting. Mert amikor Nátán odament hozzá, because when Nathan went to him, és elmondja a bárányos történetet, and told the story about the lamb, és aztán azt mondja, hogy te vagy az az ember. And then he says, you are the man. Te vagy az az ember, aki vétkezett. You are the man who sinned. És ezt mondja. And he says, a hetedik vers. Verse 7. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből, és néked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebeledbe. Ennek felette néked adtam Izraelnek és Júdának házát, és ha még ez kevés volt, ezt adtam volna néked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte? Thus said the Lord God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul, and I gave thee thy master's house and thy master's wives and into thy bosom, and gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord to do evil in his sight?
Nézd, mi az, amiről beszél. Look at what he's talking about. Azt mondja, hogy he says, Dávid. David. Emlékszel, te ki vagy nekem? Do you remember who you are to me? Emlékszel? Do you remember? Hogy én mi mindent neked adtam? How much have I given to you? Egy Krónika 17-ben. In 1 Chronicles 17. Ahol Isten azt mondja, hogy majd Dávidnak a fia fog templomot építeni. Where God says that it's going to be David's son who's going to build a temple. És itt Krisztusra utal. And there he refers to Christ. Ott is egy nagyon hasonló dolgot mond. He says something very similar there as well. Hogy én hívtalak el. That I have called you. És én cselekedtem meg a dolgokat. And I have done these things. És én vittelek. And I took you there. Sőt, örök szövetséget kötök veled. And moreover, I make an eternal covenant with you. Ez az én irgalmam és kegyelmem feléd. And this is my mercy and grace. Ez az én irgalmam és kegyelmem feléd. It's my mercy and grace towards you. Nem te cselekedted. It's not your deeds. Hanem én cselekedtem a te életedben. But I have done it in your és life. És én adtam neked. And I have given it to you. Figyelj, Dávid. And listen, David. Mit csinálsz? What are you doing? Mindent neked adtam. I mean, I've given you everything. De figyelj, amit megtettél, ez az. But listen, what you have done is this. Hogy itt van a szeretetteljes kapcsolatunk. That here is our loving relationship. És Dávid, én annyira szeretlek téged. And David, I love you so much. Én annyi mindent megtettem érted. And I have done so many things for you. Én annyi mindent neked adtam. And I have given you so much. De most elmentél a magad útján. But now you went your own way. Miért tetted ezt? Why have you done that? Mindent neked adtam volna. I would have given you everything. Bármit. Anything. De elmentél a magad útján. But you went on your own way. És olyan érdekes ezt látni. And it's so interesting to see that. Mert hogy itt van Isten, aki szeret minket. Because here's God who loves us. Itt van Isten, aki szeret minket. Here's God who loves us. És tudod? And you know, a bűn, sin, hogyha ellene cselekszek egy bűnt, if I commit a sin against him, akkor az, ami közöttünk van, az egy picin dolog. Then what's between us is a small thing. Ahhoz képest. Compared to. Amit igazából a, és ez lehet, hogy nagyon furcsán fog hangozni. Maybe I say it in a strange way. Amit igazán így a világegyetem ellen követek el. But compared to what I commit against the universe, it does sound strange. De mindjárt megértitek. But you're gonna understand it hogy Isten with God, az ő hatalmával, with his power, szentségével, and holiness, és a nagy szeretetével and his great love, ezt a világegyetemet létrehozta. Created that universe. És ez tökéletes. And it's perfect. És ott van az ő személye ebben az egészben. And his person is in ott this, volt. It was there in this whole thing. Az ő személye. His person. És ezt kell megértenem, and this is what I have to understand. Hogy az, amit ellene elkövetek, that what I commit against him, ez túlmutat rajtunk. That goes beyond us. Mert hogy ez a Isten világrendje ellen. Because that azt rontom meg. That goes against the order of God's world. This ez az, is what ez I ő, sin against. Ez az ő személye. It's his person. Ez az ő hatalma. It's his might. Az ő szeretete. His love. És az ellene van. And it goes against it. Ki tudná megbocsájtani? Who could forgive it? És a 49. Zsoltárban, and in Psalm 49, itt a 8. vers, verse, azt mondja, hogy magyarul legalábbis, 7. azt mondja, senki nem válthatja meg atyafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Verse 7, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Mint hogy lelküknek váltsága drága, abba kell hagyni örökre, tehát így be kell fejeznie. For the redemption of their soul is precious, and it ceases forever. Még ha örökké élne is, és nem látna meg a sírgödört. That he should still live forever and not see corruption.
Mi az, amit itt mond, egy kicsit nehéz itt a nyelvezet? It's said in a bit different way, difficult way, but what does it say? De hogyha most legyen fordítva, hogyha ő örökké élne. Okay, let's say he would live forever. És mindent, amit tud és cselekszik, és minden, ami pénze van. And everything he knows, he does, and all the money that he has. Arra költeni, hogy egy bűnömért megfizessem. If he were to spend it all to pay for one of my sins. Nem lenne elég. It wouldn't be enough. Kész. That's it. Nem teheti meg. He cannot do it. Ennyi. That's it. És ezt értenem kell. And we have to understand. Mert lehet, that. Hogy ellene vétkeztem valamit. Because maybe I have sinned against him. És ez fontos egyébként. And actually it's important. Hogy ő megbocsájt nekem. That he forgives me. És ez jó, mert a kapcsolatunkat helyre kell állítani. And it's good because we have to restore our relationship. De van itt egy sokkal nagyobb dolog. But there is something much greater here. Ami ott van. Which is also present. És a pokolba küld engem. And sends me to hell. Oké, de. But. 32. Zsoltár 5. vers. Psalm 32. Azt mondja, hogy vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Verse 5. I acknowledge my sin unto you, and my iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Mert ezt teszem. This is what I do. Hogy megőrzem. I keep it. Ott volt Dávid. There was David. Elkövette ezeket a dolgokat. And he committed these things. És a bűn megkeményítette a szívét. And sin hardened his heart. És ez a mi nagy bajunk a bűnnel. And this is our great problem with sin. Hogy megkeményíti a szívemet. That it hardens my heart. És nem megyek oda Istenhez. And I won't go to God. Mert azt gondolom, hogy elfogadhatatlan vagyok számára. Because I think he cannot accept me anymore. És hogy ő nem moshat ki ebből. And he cannot wash me from this. És nem megyek oda. And I won't go to him. És Dávid nem ment oda. And David did not go hanem hónapok there. Teltek el. And month passed. Sok hónap. Lots of them. De. But. Lukács 17. Luke 17. Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Christ came to seek and to save that which is lost. Ezt sokszor elmondom. I say it a lot of times. De annyira szeretem. Because I love it so much. Ott van mind a kettő. That both are there. Hogy ő azért jött, hogy megkeresse. That he came to seek. És hogy megmentse. And to save. Mert lehetett volna, hogy csak ő megkeresi a elveszettet. Because it could have happened in such a way that he only looks for the lost. De nem menti meg. But he doesn't save them. Köszönjük. Thank you. Tudod. Like. Együttérző velem. He's compassionate towards me. De azt is lehetett volna, hogy nem keresi meg, de megmentette volna. And it could have also happened that he would have not looked for us, but he would have saved. De. But. Ő eljött, hogy megkeresse. He came to see and to save. És ő elment, hogy megkeresse Dávidot. And he went to look for David. Aki egészen brutális bűnhalmazt követett el. Who piled up this huge, like this brutal heap of sin. És elment and he utána, went after him. Hogy megkeresse. To seek him. És megmentse. And to save him. És amikor Dávid észreveszi ezt ott a 2 Sámuel 12-13-ban. And in 2 Samuel 12:13 when David realizes that. És azt mondja, vétkeztem az Úr ellen. And he says I have sinned against the Lord. Nátán azonnal mondja. Nathan right away says. Hogy ő meg is bocsájtotta a te bűneidet. That he has also forgiven your sin. És nem halsz meg. And you're not gonna die. Megbocsájtotta. He has forgiven your sin. És azt mondom, hogy oda megyek hozzá. And I say I go to you. És bevallom az én hamisságomat. And I confess my iniquity. És te elvetted rólam bűneimnek terhét. And you have removed the burden of my sins from me.
Psalm 32. Ez gyönyörű. It's beautiful. Elvette. He has taken away. Menjünk vissza az 51. Zsoltárba. Now let's go back to Psalm 51. És itt a harmadik vers magyarban, ez külföldiről az első vers vége. És azt mondja, hogy könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokassága szerint töröld el az én bűneimet. Verse 1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Igen. És azt mondja, hogy az elején Isten szívéről beszél. In the beginning he speaks about the heart of God. Hát azt mondja, hogy he says, hogy induljon meg a szíved. Let your heart be moved. Könyörüljön. And be compassionate. Induljon meg. Let it be moved. Tudod, amikor gyerek voltál. You know, when you were a child. Ma már büszkék vagyunk, úgyhogy nem. I mean, today we are ezt. Proud, so we don't do it anymore. De amikor gyerek voltam és elszúrtam valamit. But when I was a child and I messed something up. És oda mentem a tanárnéni. And I went to the teacher. És kerestem. And I was seeking. Hogy vajon megindul-e a szíve. Whether her heart would be moved. Mert ha nem, because if not, az nem lesz jó nekem. Then it's not going to be good for me. Tudom, hogy egy csapás vár rám. I know that I'm going to be smitten. De megindul-e a szíve. But is her heart moved? És ez a, erről beszél Dávid. And this is what David speaks about. Hogy könyörülj rajtam, Istenem. And have mercy on me, O God. Hogy a te szíved that your heart az induljon meg felém. Would be moved towards me. Azt mondja, a te kegyelmességed szerint. According to your graciousness. Ugye ez a... Majd ő kimondja ezt a szót, jó? He's gonna pronounce that word. Chesed. Úgy kell mondani. That's how you're supposed to say it. Chesed. Ez a szó héberben. This Hebrew word. És ezt nem tudom hány szó van meg a Zsoltárok könyvében. And I don't know how many times it occurs in the book of Psalms. Több mint 100-szor. More than 100 times. Van ott ez. We can find it. És ezért is olyan jó olvasni Zsoltárok könyvét, nem? And that's one of the reasons why it's so good to read mert, the book ez of Psalms. Egy olyan szó. Because it's a word. Ami nagyon sokszor ott van. That is present a lot of times. És gyönyörködik benne and az, aki írja ezeket a zsoltárokat, és aki olvassa. One who writes these psalms and also the one who reads them just takes delight in it. És mi ez a szó? And what is this word? Ugye az angol úgy fordítja, hogy English, in the English it's translated loving kindness. Igen, szerető kedvesség. Itt a magyar néha írgalomnak, néha kegyelemnek fordítja. De ez Istennek a szíve, a legmélyebb dolog. This is the heart of God. This is the deepest thing towards us. Ugye az ő szeretete. His love. Az ő szövetségi szeretete. His covenant love. Hogy van egy szövetsége velem. That he has a covenant with me. És ő ezt Ez egy örökérvényű dolog. And that's eternal. És ebben neki kegyelme van. And he has grace in that. Ebben neki irgalma van. He has mercy. Ebben könyörül. He is compassionate in it. És csak ilyen a szíve felém. And that's his heart towards me. Isten puha szíve felém. God's tender heart towards me. Isten puha szíve God's felém. Tender heart towards és me. Néhány verset felolvasnék itt Zsoltárokból, ahol ott and szerepel ez a szó. I would read a couple of verses from the book of Psalms where we find this word. Zsoltárok 5-ben. In Psalm 5. Magyarul a 8. vers. Azt mondja, hogy én pedig a te kegyelmed, chesed, sokasságából házadba megyek, leborulok szent templomodban a te félelmedben. Verse 7, but as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy, which is chesed, and in thy fear will I worship towards thy holy temple. Hogy mehetnék be Isten helyére? How could I go into the place of God?
Hogy történhetne ez? How could it happen? Az ő szíve miatt. It's because of his heart. Az ő szíve miatt. Because of his heart. Az ő szíve az, ami behív engem. It's his heart that invites me in. Aztán 23. Zsoltárt jól ismerjük. We know Psalm 23 well. És azt mondja a utolsó verse, 6. And the last verse says, hogy bizonyára jóságod és a te kegyelmed követnek engem életem minden napján. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. És az úrházában lakozom hosszú ideig. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ugye azt mondja, hogy it says, hogy ez engem mindig követni fog. It's always gonna follow me. Isten szíve felém. The heart of God towards me. Az ő szeretete, his love, az ő kegyelme, his grace, az, ahogy ő rám néz. The way he looks at me. Ahogy én mindig az ő gyermeke vagyok. The way I'm always his child. Az ő szeretett gyermeke. His beloved child. Ez egész életembe követni fog. And this is going to follow me all my life. Soha nem hagyja engem. He's never gonna leave me. És aztán itt két Zsoltára később, 25-ben Psalm 25. Azt mondja a 6. vers, hogy emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Verse 6. Remember, O Lord, thy tender mercies and thy loving kindness, for they have been ever of old. Figyelj, nem csak az, hogy örökké velem lesznek. It's not only that they are going to be with me forever. Hanem ez, but ez ott volt az örökké való múltban is. It was there even eternity past. Felém. Towards me. Felém. Towards me. Isten szeretett téged egy millió évvel ezelőtt is. God loved you a million years ago. És örökké fog. And he's going to love you forever. Ez nem változik meg. And it doesn't change. Az ő szeretete és kegyelme feléd. His love and grace towards you. Aztán 31. Zsoltár. Then Psalm 31. 8. vers. Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat, és megismered a háborúságokban lelkemet. Verse 7. I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble, thou hast known my soul in adversities. Hogy ő megismeri az ő kegyelme szerint. He knows it according to az his én grace. Lelkemet. He knows my soul. A nyomorúságokban. In trouble. És meglátja. And he sees. És nem messze van. And he is not far. És a 22. vers pedig azt mondja, hogy ő csodálatossá teszi rajtam. And in verse 21. Az ő kegyelmét. He has showed me his marvelous kindnesses. Kindness. Igen. 32:10-ben azt mondja, hogy ő körbevesz engem ezzel a kegyelmével. 32:10 it says that his mercy shall compass me about. A 36:8-ban azt mondja, hogy milyen drága ez a te kegyelmességed. És az emberek féljé a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. Verse 7. How excellent is thy loving kindness, O Lord. Therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Hogy amiatt, mert ilyen az ő szíve felém. Because his heart is like this towards us. Emiatt tudom, hogy hova menjek. Because of that I know where to go. Mert tudom, hogy hol vagyok biztonságban. Because I know where I'm safe. Nem tudnék oda menekülni, ahol I couldn't flee. Ahol ítélet vár. To the place of judgment. Nem tudok oda menekülni, I ahol ítélet vár. I cannot flee there where judgment is awaiting me. De az ő irgalma és az ő szíve vár engem. But it's his mercy and his heart that are waiting for me. És ez az menekedés helye számomra. And that's the place of refuge for me. 57:11-ben azt mondja, hogy ez a kegyelme, ez az égig ér. And in 57 verse 10 his mercy is great unto the heavens. Tehát még ha repülőn vagy, akkor is rendben. So even if you're on a plane, you're okay.
Igen. Sőt, ugye a 139. Zsoltár azt mondja, hogy még a tengeret hullon is velem van. And in Psalm 139 it says that it's with me even, or he's with me even on the other side of the sea. Úgyhogy ha elmész Baltimore-ba, akkor if you go to Baltimore, then you're lucky. Okay. Visszatérve. But hogy, returning here. Hogy nincs olyan nagy dolog, mint az ő kegyelme. There is nothing that would be as big as his grace. Semmi sincs, ami fölülmúlna. There is nothing that could surpass it. Oké, 59:11-ben. 59. Azt mondja, hogy előmbe jön az én kegyelmes Istenem. It says that the God of my mercy shall prevent me. Shall prevent me. Oké. Okay. Azt mondja, hogy előttem jár. It says that he goes before me. Hogy elém jön. He comes before me. És ez történt Dáviddal. And this is what happened to David. Ő nem ment Istenhez. He didn't go to God. És tudom, hogy hányszor van az, hogy nem tudok Istenhez menni. And I know so many times it happens that I'm not able to go to God. De Isten. But God. Ő jön. He comes. Ő jön. He comes. Ő elém jön. He comes before me. Why? Az ő kegyelme miatt. Because of his grace. Az ő szeretete miatt. Because of his az love. Ő szíve miatt. And because of his heart. Oké. 63:4. 63. Azt mondja, hogy a te kegyelmed az jobb az életnél. Verse 3. Because thy loving kindness is better than life. Az életemet élhetem. I can live my life. De az, but amikor nézhetem az ő arcát, when I'm allowed to see, I'm able to see his face. És az ő kegyelmét elfogadhatom. And I can receive his grace. Az jobb az életnél. That's better than bármi dolognál az életemben. Better than anything in my life. Az sokkal jobb. It's much better. Okay, menjünk vissza az 51. Zsoltárba, és mindjárt befejezzük. Let's go back to Psalm 51 and de hogy, we're almost done. Hogy itt erről beszéltünk, but here we said, hogy ott van Isten szíve. That the heart of God is here. És aztán a harmadik vers másik részében azt mondja, hogy a te irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. And then it says that according to the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions in verse 1. És itt a könyörületesség van, itt and ez a szó. Here it's tender mercies. És azért is érdekes, mert Héberben ugyanaz a szó a anyamére. And it's interesting because in Hebrew it's the same word that would be used for the womb. A kettőnek van kapcsolata. So the two are connected. És sokszor szerepel ez is a Bibliában. And many times we find this as well in the Bible. Emlékeztek arra, amikor Salamonhoz megy a két anya? When the two mothers go to King Solomon. És már csak az egyiknek a gyermeke él. And only one of the children is alive. Azt mondja Salomon, hogy vágják ketté. And Solomon orders that he should be cut in two. Mert hogy veszekedtek, hogy kié legyen a gyerek. Because they were arguing over who should have the child. Azt mondja, hogy az igazi anya. It says that the real mother. Ez egy Királyok 3:26. In 1 Kings 3:26. Hogy az igazi anya. The real mondja, mom. Az, hogy megindult. Says she was moved. Az ő könyörületessége. Her mercy. De hogy ott van ez, compassion. Hogy ez ilyen anya méh is. But that's also the womb. És ez olyan érdekes, mert hogy so interesting. Ugye azt mondja Ézsaiás 49:15, hogy ne könyörülne az anya az ő méhed gyümölcsén. Because Isaiah 49:15 says, can a woman forget her sucking child that she should not have compassion on the son of her womb? Okay, hogy ez olyan, hogy mint az it's anyának like a könyörületessége a gyermekén. És azt mondja, hogy ezzel töröld el az én bűneimet. And he says, with this blot out my sins, my transgressions. Erről ezt mondja, hogy végleg eltörölni. And this means like to blot it out forever. És lehet, hogy behoztam ezt a bűnt a világba. And maybe I brought this sin into the world. De hogy Isten teljesen kitörölheti. But God can completely blot it out. Teljesen eltörölheti. He can completely wipe it away. Kiradírozza. He can erase it. És nincs nyoma. And there is no trace of it. És ez az, amit annyira
Annyira szeretek. Annyira szeretnék. I would like to have so much. És tudjátok, annyira borzasztó az, amikor ítélkezésben élünk. And it's so terrible when we live in judgment. Vagy egy ilyen, ott van a törvény szelleme. Or the spirit of the law is present. És csak a cselekedetek alapján nézem a dolgot. And if and I look at the things only based on the action. És emlékeztetek. And I remind. És a bűnt látom. And I see sin. Amikor nézd Isten mit tesz. When look what God does. Negyedik vers. Egészen most ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Azt mondja, hogy teljesen kimosni. He washes me thoroughly. Teljesen kimosni. Thoroughly, like completely. És itt a 9. versben azt mondja, hogy tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. And then in verse 7, purge me with hyssop and I shall be clean. Mosd meg engemet és fehérebb leszek a hónál. Wash me and I shall be whiter than snow. És nem tudom egész pontosan, hogy ez miről szól. And I don't know exactly what this is about. De tudom, hogy ezzel a növénnyel kenték fel a vér, a bárány vérét a ajtófélfára. But I know that they used this plant to put the blood of the lamb on the doorpost. Amikor Egyiptomban. They were in Egypt. És látjuk azt, hogy ez a tisztaságot jelentette. And we see that this symbolized this man. És azt gondolom, hogy itt a vérről van szó. And I think here it speaks about the hogy, blood. Hogy ő megtisztít az ő vérével. That he cleanses us with his blood. A zsidókban azt olvassuk, hogy egyetlen egy állatnak a vére sem tehette ezt meg. In Hebrews we read that örökre. No animal's blood was able to do that forever. De hogy Isten, but God, aki emberré lett, who became man, és az ő vérét adta, and gave his blood, hogy teljes egészében kimoshasson, so that he could completely wash us, és hogy teljes egészében eltörölhesse a bűneimet. He could just wipe away my sins completely. És annyira gyönyörű ez, and it's so beautiful, hogy Krisztus előtt 1000 évvel, that 1000 years before Christ, Dávid tudta, miről beszél. David knew what he was talking about. Tudta, hogy egyetlen egy ember sem moshatja őt ki. He knew that no man is able to wipe his sins away. Tudta azt, hogy semmit sem tehet, hogy kimossa magát. He knew that he cannot do anything to blot his sins out. De hogy Isten teljesen. But that God has God can completely wash him. Teljesen eltörölheti az ő bűneit. He can completely wipe out his sin. És ez az, amit megtett velünk. And this is what he has done with us. Szabadokká tett. He has made us free. Szabadokká tett a bűneinktől. Free from our sin. Szabadokká tett minket a törvénytől. Free from the law. Ami elítélt minket. Which condemned us. És szabaddá tett minket. And he has made us free. Az ő szabadságába vitte minket. He took us into his freedom. És megmosott mindentől. And he washed us from everything. Hála Istennek. Thanks be to God. Imádkozzunk. Let's pray. Drága Urunk. Dear Lord. Köszönjük azt, hogy megmostál minket. Thank you that you have washed us. És köszönjük azt, hogy megbocsájtottad minden bűnünket. And thank you that you have forgiven all our sins. És nincs jogom arra, hogy emlegessek bármilyen bűnt. And I have no right to bring up any sin. A te igazságod miatt. Because of your righteousness. És ha van itt ma valaki, aki még nem fogadta el ezt a megtisztítást. And if there's someone here who hasn't received that cleansing yet. De hiszel Jézus Krisztusban. But you believe in Jesus Christ. És hiszed azt, hogy ő megmosott téged. And you believe that he has washed you. Akkor mondd ezt el neki. Then say this to him. Drága Uram. Dear Lord. Én is vétkeztem. I have also sinned. Annyi mindenben. In so many things. Senki nem tud engem kimosni. And no one can wash me from it. Csak te. Only you. És én elfogadom azt, hogy te megmostál engem. And I receive that you have washed me. És elfogadom a bűneim bocsánatát. And I receive the forgiveness of my sins. Ha meghalok a mennybe, szeretnék menni, hogy veled legyek. And if I die, I want to go to heaven so I could be with you. I receive you now. És ha életedbe először
kinyitottad a szíved az Úrnak és elmondtad ezt neki, akkor if you opened your heart to the Lord for the first time in your life, kérlek, tedd fel a kezed, hogy én láthassam ezt. Please raise your hand that I could see that. Okay. Amen. All right. Amen. Csodban. Telling you